A legnagyobb meglepetés az az, hogy mit nem látják az emberek, hogy az a fajta erőszakos politizálás, az a fajta hangnem és az a fajta stílus, az a fajta agresszió, amit a Fidesz képvisel, az Magyarországot tönkre fogja tenni. És én mindig csodálkozom, hogy ezt miért nem látják. Mi az Magyarországon, az az átok, ami ezt okozza? Hogyan nem értik emberek, hogyha valaki kordon bont, mert úgy tetszik, hogy úgy gondolja, az nem jó. Hogyha valaki asszisztál egy olyan politikához, ahol az ellenfelet, a politikai ellenfelet a fizikai megsemmisítéssel fenyegetik meg. Ugye hát ez történik. Aki olyan mocskos módon beszél, ahogyan időnként a Fidesz a politikai ellenfeleiről, hogy az az országot elviszi a demokratikus normalitás világába. És ennek aztán a végén nagyon nagy ára van. Nem értem, hogy miért nem vagyunk erre érzékenyek. Ez most itt nem, hogy mondjam, a rivális politikus mondja ezt szimplán. A demokratikus politikus, aki azt gondolja, hogy az rendben van, mi versenyünk egymással. De hogyan lehet így viselkedni?